Fontos, hogy egészséges és megbízható élelmiszereket fogyasszunk. Ha élelmiszer ellenőrzési technikusnak jössz, az élelmiszereket fogod vizsgálni. Modern környezetben és korszerű eszközök használatával tanulhatod itt a szakmát. Elhelyezkedhetsz élelmiszeripari laboratóriumokban is, de szakirányú képzésben tovább is tanulhatsz. Itt vagyunk a harmadik emeleten, ahol az iskola saját laboratóriuma található. Üdvözlöm, tanárnő! Kérem, mesélj el nekünk, hogy milyen gyakorlatokat végeznek itt a diákok, és milyen szakos diákok fordulnak meg itt a gyakorlaton. Az élelmiszerek legfontosabb összetevőit vizsgáljuk a gyakorlatokon. Az egészséges táplálkozás szempontjából fontos, hogy ismerjük az élelmiszerek sótartalmát, cukor, szénhidrát, illetve zsírtartalmát. Ezeket elsősorban műszeres vizsgálatokkal állapítjuk meg, de a fizikai, kémiai összetevőit is vizsgáljuk az élelmiszereknek. És mivel az emberek többsége szemmel vásárol, ezért az érzékszervű vizsgálatoknak is nagy jelentősége van. A legnagyobb óraszámban, a gyakorlatokon az élelmiszer ellenőrzési technikus diákok fordulnak meg, de az élelmiszeripar egyéb szakterületein lévő diákok is járnak hozzánk, így a pékek, pékcukrászok, illetve a gépkezelő tanulók is. Kérlek, meséld el nekünk, hogy miért ezt a szakot választottad? Szeretem a finom élelmiszereket, szeretem tudni, hogy miből készülnek. A nyílt napon látott érdekes kísérletek felkeltették az érdeklődésemet a laboratóriumi munka iránt, és családom több tagja is itt tanult, és mindig lelkesen meséltek az élményeikről. És hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni? Élelmiszergyártó üzemek laboratóriumaiban, minőségellenőrzési területen, minőségirányítási területen, illetve hatósági szerveknél is. Volt oldis diákokkal találkozhatunk élelmiszeripari gyártóüzemek laboratóriumban, akár a gyógyszeriparban, kozmetikai cégeknél. Ezek a gyakorlatok nagyban megkönnyítik a továbbtanulási szándékait is a diákoknak, és vezető pozícióban, illetve tulajdonosként is kerültek ki diákok tőlünk. Kérlek, mondd el nekünk, hogy hol folynak a gyakorlatok? Az évközi vizsgálatokat általában az iskola laborjában szoktuk végezni. A mikrobiológiai laborban és a műszeres laborban is szoktunk dolgozni. A nyári gyakorlatokat a lakhelyünk közel lévő üzemekben szoktuk elvégezni. Én például az Univerbe végeztem, de az osztálytársaim voltak a Bondoelben is, meg a Szentkirályi Ásvány vízüzemében is. Menjünk tovább, a gépészfiúk és az oktatóink már várnak.